Az elszabaduló élelmiszerárakra és több mint 10% feletti inflációra panaszkodnak a Híradónk által megkérdezett nyugdíjasok. A kormány szóvivő a hétvégén jelentette be. Júliusban érkezik az évközi nyugdíjemelés, amikor is az azt megelőző 6 hónap és a 13. havi nyugdíj után járó emelést is megkapják az idősek. Jókedvűen várakoznak az egyik budapesti üzlet előtt ezek az emberek. Ők is a közé a 2,6 millió nyugdíjas közé tartoznak, akiknek júliustól a magas infláció miatt megemelik a nyugdíját. A 22-es évben a nyugdíjemelés mértéke 8,9% lesz. Legutóbb tavaly hozott hasonló intézkedést a kormány. Ezután januártól 5%-kal, most az évközi emeléssel újabb 3,9%-kal emelkedett az időskori juttatás. Így egy átlag nyugdíjas júliustól havonta 6000 forinttal többet, azaz 167 000 forintot kap. Ráadásul a júliusi nyugdíjjal együtt az előző 6 hónap és a 13. havi nyugdíj után járó emelés összegét is megkapják a nyugdíjasok. Erről már Szentkirályi Alexandra kormányszóvívő számolt be. Ez 42 000 forint pluszt jelent. A nyugdíjszakértő novemberben újabb nyugdíjkorrekcióra számít az infláció emelkedése miatt. Farkas András azt mondta, a nyugdíjas fogyasztói kosár még nem tükrözi a májusi 10%-os drágulást. Mert ebben rengeteg olyan tétel van, aminek nem emelkedett ilyen nagyon gyorsan az ára, például az energiaárak, itt vannak az ársapkás termékek, a befagyasztott áru termékek, a gyógyszerek, ezeknek az ára kevésbé emelkedett. Rohamosan emelkednek viszont az élelmiszerárak, amit a nyugdíjasok zöme aggasztónak tart a nyugdíj emelés mellett is. Hát valamire csak elég lesz, ne? Megpróbál az ember spórolni, de... Nem tudom, ha ez így emelkedik, ha ez így lesz tovább, akkor nem tudom, hogy lesz. Úgy bírom, hogy két helyről kapom a nyugdíjat. Csak ezért, ha egy helyről kapnám, innen Magyarországra kapnám, gáz volna. A G7 felmérése szerint az élelmiszerek drágulása már 25%-os. A legjobban a sertés és a pulykahús, illetve a kávé, a vaj és a sajt ára szaladt el. Ez a 30 dekás trapista például 1000 forintba kerül. A portfólió elemzője azt mondta, ilyen magas infláció utoljára 20 évvel ezelőtt volt. Arra számítunk, hogy a következő hónapokban, tehát nyár végén, ősz elején tetőzik majd az infláció valahol 11-12% környékén, és aztán az év utolsó hónapjaiban már jön egy lassú csökkenés. Az emelt összegű nyugdíjakat július 12-én folyósítják, postai úton pedig a szokásos naptári napon kézbesítik az érintetteknek.